eltelt egy év a jubileumi év óta. Milyen volt ez az elmúlt időszak számotokra? Hát még mindig a jubileumi évnek az élményeit próbáljuk meg megemészteni, illetve újra és újra átélni azt a nagyszerű együttlétet, amit április 11-én nyújtottunk közösen egymásnak. Volt diákok, jelenlegi diákok, tanárok és egykori kollégák. Akkor is tartottunk egy bált. Ez a bál azonban más, hiszen ez a szokványos jótékonysági bálunk, ezt ilyenkor mindig február 2. szombatján tartjuk, hát sajnos most becsúsztunk a bődbe, nem szándékoltan. Tiszteletben tartjuk az iskoláknak ezt a szokásrendjét, hogy mikor van Gyónon, mikor van Dabason, mikor van Újhartyánon bál, úgyhogy ezért most a mai nap február 13-a a miénk. Nagyon nagy örömmel és lelkesedéssel készültünk egyébként közösen a szülőkkel, tehát szülők segítségével díszítettük föl az iskolát. Tanárkollégáimmal összeállítottunk egy kis műsort, a Kálmin zenekar fogja most a zenét szolgáltatni, a városi konyhával közösen főztük meg a vacsorát, mi is beleadtuk a szívünket, lelkünket ebbe a mai lakomába, és hát a Dabasi gimnázium bájáról mindig azt kell tudni, hogy itt senki sem marad éhesen, korgó gyomorral, senki sem távozik, nagyon bőséges vacsorát kínálunk. Idei különlegességünk az lesz, hogy idén sülcsülköt is adunk az egyébként megszokott bőségtálunkhoz. Marhalászárpörköltet főztünk, ha nem is annyira autentikusan, de galuskával szolgáljuk, mert mindannyian inkább a galuskát szeretjük, mint a főtt krumplit. És hát a Quattro Pizzeria Grill pedig szolgáltatja az ételhez az italokat, és hát valószínűleg reggel fogunk innen távozni a vendégeinkkel mulatozva, úgyhogy így búcsúztatjuk mi a farsangot, kicsit megkésve ugyan, de elbúcsúztatjuk, készülünk mi is aztán húsvétre, és készülünk majd az érettségire, de addig is még ma még a mulatozás és a jó kedvé a főszerep. Mennyire voltak sikeresek a diákok a jegyek árusításában, mind a támogatói jegyekben, és hát ugye hány szülő lesz ma itt ezen az estén? Hát mi most 284 fős terítéket tettünk fel, izgulunk is, hogy akkor mindenkinek jusson elég a sültes tálakból. Megszokott ez a vendégszám nálunk, tehát nem bánom én, hogy nem vagyunk 350-400-an, mert akkor már nem is férnénk el ebben a szép aulában. Úgyhogy most is én úgy gondolom, hogy olyan 250 és 280 fő közötti vendéglétszám lesz itt. A gyerekek nagyon lelkesen igyekeztek támogatóját is árulni, hiszen megvolt az osztályok közötti verseny. Most nem tallérokat adtunk jutalomba, hanem majd közösségi programra mehetnek a tanulók. Éppen itt szolgálatot teljesítő osztály már be is nevezett egy korcsolyázásra. Azok az osztályok pedig, akik 20 fő feletti vacsoráját árusítottak, ők pedig szabadnapot kapnak. Ez a szabad nap azonban azt jelenti, hogy a diákok, mire ezt a napot letöltheték, addigra már nagyon sokat dolgoztak az iskolában, úgyhogy mi ezzel próbáljuk meg egy kicsit a médiából is ismert túl sok óra, túl nehéz a táska vitát azzal is enyhíteni, hogy azért próbálunk a gyerekeknek is levegőt és szabadságot adni, hogyha arról van szó. Ez egy jótékonysági rendezvény. Mi az, amire az iskolának szüksége van? Mi az, amire gyűjteni szeretnének, amire szeretnétek elkölteni ezt a mai összeget, ami befolyik? Köszönöm szépen a kérdést, ez egy nagyon fontos kérdés. Szeretnék a jövő tanévre létrehozni egy olyan multimédiás, illetve többfunkciós oktató, nevelő, olvasó termet a diákoknak az első emeleten, ahol egyrészt a Lukas óráikat eltölthetik, másrészt ahol a könyvtári szolgáltatás most már a 21. századnak megfelelő módon igénybe vehetik, de ez a terem alkalmas lesz arra is, hogy drámapedagógia órát tartsunk, tehát viszonylag kevés bútor lesz benne, ami lesz benne, az mobil lesz, inkább a falak mellé fogjunk majd húzódózni, ott lesz majd egy olyan lépcsős, terveink szerint egy lépcsős patkás rész, ahova akár 35 gyerek is le fog tudni ülni, a falakra szereljük majd azokat a polcokat, amelyek a szabad polcos könyvtárállományunkat fogják majd jelenteni, és hát a szabad placon pedig, terem közepén pedig majd lehet sok mindent csinálni, lehetőleg táncolni, lehet majd a Lukas órákban játszani, de hogyha olyan mobil bútorokat tudunk beszerezni, akkor pillanatokat át szervezzük ezt a termet egy olvasóterembe, lehet majd kutatni, és az én tanár kollégáimnak is, akik rengeteg időt töltenek benne az iskolában, szeretnék egy kutatósarkot kialakítani, tehát ott, ahol ők megfelelő körülmények között olvasgathatnak, készülhetnek a következő órájukra, a dolgozatot javíthatnak. Nagyon régóta hiányzik az iskolánkból ez a terem, és ezzel is azt szeretnénk, hogyha a diákjaink még otthonosabban éreznék magukat, és még inkább a megfelelő tudományoknak, tanulmányoknak tudnák magukat szentelni olyan formában, hogy ezt mi szeretnénk az iskolában megvalósítani. Úgyhogy erre szeretném fordítani a bevételt. Van már egyébként az alapítványon erre pénz,
Az én számításaim szerint, hogy a 2 millió forintunk lesz rá, akkor nyáron hozzákezdhetünk és szeptemberben átadhatjuk, de ez csak az egyik, mert a másik, amit át fogunk adni szeptemberben, az remélhetőleg az 1440 négyzetméteres tornatermünk, aminek az építési munkálatai reményeim szerint március-április környékén elkezdődnek. Tehát a Táncsismer gimnáziumban 2016-17-es tanév két nagyon fontos újítással, újdonsággal indul, és az iskolánk az úgy látom, hogy most már megállíthatatlanul szépül, úgyhogy köszönhetően a szülőknek, köszönhetően a támogatóinknak, köszönhetően a fenntartónak, és annak, hogy egy kiemelt kormányzati beruházás keretében ez a tornaterem megépülhet. Igazgató úrtól úgy tudom, hogy ma este szerepelni is fogtok. Mit adtok elő? Hát igen, amit a Szalagavaton adtunk elő, ilyen egyedi táncot csinálunk, ilyen hungrocál dobozokkal. Milyen ilyenkor az év végéhez közeledtek ti tanulók, hiszen már túl vagytok a Szalagavaton, jön a felvételi, hát de egy ilyenkor a szülők beján milyen fellépni? Az igazság az, hogy már nem izgulunk annyira, mint a Szalagavaton, mert már ugye egyszer már előadtuk, sőt többször is elpróbáltuk az osztályra. Sokkal nyugodtabbak a körülmények, mint akkor. Honnan jött egyébként az ötlet, hogy hungarocell dobozokkal táncoljatok? Hát az osztályfőnökünk elég kreatív, aztán az hát akkor dicsérjük az osztályfőnököt, ki ő? Abai Kis Barbara. Jó tanár volt? Kedvenc tanárunk. Na akkor érezzétek jól magatokat, srácok, és akkor jó táncolást! Köszönjük szépen! Don't
Thank you.
tudni.